17 államfő vesz részt a szentpétervári afrikai orosz csúcs találkozón. Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki a kormányok némelyikének hallgatólagos támogatását vagy semlegességet élvez a különböző nemzetközi testületekben, igyekszik megnyugtatni afrikai partnereit, miután visszalépett a Fekete-tengeri Gabona egyezménytől. Moszkva Észak-Koreára is támaszkodik, hogy megmutassa, nem annyira elszigetelt, mint azt a nyugat szeretné, mióta 2022. februárjában háborút indított Ukrajna ellen. Az orosz védelmi miniszter Fennyánban találkozott Kim Jong-un észak-koreai vezetővel, aki megmutatta neki betiltott ballisztikus rakétáit. Az ENSZ határozottan elítélte az orosz rakétatámadásokat, melyek következtében találat érte Odessa legnagyobb katedrálisát is. Az 1794-ben alapított ortodox székesegyház szerepel az UNESCO világörökségi listáján. Kijev szerint a székesegyház lerombolása az ukrajnai ortodox egyház elleni szisztematikus orosz károkozások része.